szobázanót, ami megadja az egésznek a formáját. Egy népszerű karácsonyi díszt, a grincsfát mutatja be Ágot a Zsuzsanna. A virágkötő azt mondja, nagyon egyszerű elkészíteni, csak néhány zöld növény kell hozzá. Ezeket jó szorosan össze kell kötni, majd ízlés szerint lehet díszíteni. Ezek a letisztult színek, amik jellemzők erre az időszakra talán az idén, ami nekem nagy kedvencem, lehet a természetes dolgokkal dekorációt készíteni, ami igazából majd nem körülvesz minket, csak észre kell venni. Igazából lehet is tálalni ezt hidegen, előtte napra lehet készíteni. Az is fontos, hogy mi kerüljön a karácsonyi asztalra. A mesterszakács egy egyszerűen elkészíthető étel receptjét osztotta meg az érdeklődőkkel. Egy szilvakrémlevest hoztam mézes kalácsmorzsával, ha már karácsony, akkor legyen egy kis hangulata a levesnek is a kalácshoz kapcsolódóan. A főételbe pedig egy roston sült fogasfilé aszaltszívás pesztós risottóval, ami szintén azt gondolom, hogy egy egyszerű halétel, vitaminokban gazdag, mégis egyszerű elkészíteni. Az ünnepi asztalról nem hiányozhat a sütemény sem. Ceglédi Mária egy hagyományos csokoládétorta receptjét gondolta újra. Egy kicsit megbolondítottam fahéjjal és narancssal. Ez tulajdonképpen egy egyszerű torta, ezt bármelyik háziasszony meg tudja csinálni. És a dekorációja az olyan, hogy nagyon egyszerű, és utal a krémjére. A Királynői Klub résztvevői minden segítséget megkaptak ahhoz, hogy teljes legyen az ünnep. A klub egyébként idén a közösségformálást tűzte ki célul. Ez az alkalom, ez egy kifejezetten egy ilyen este lesz, ahol nem a betegségekről, a betegségek megelőzéséről beszélünk, hanem azt szeretném, hogy akik eljöttek és eddig is megtiszteltek a jelenlétükkel, azokat szeretném egy kicsit megvendégelni a Richter Aranyanyú díj kapcsán, amit megkaptam, egy köszönetképpen lesz egy kis vendéglátás. Az esemény zárásaként a klub vezetője mézes kalács kosárral jutalmazta azokat, akik egész évben segítették és támogatták őt. Így a Kanizsa TV szerkesztősége is átvehetett egy ajándékkosarat.